Sok szeretettel köszöntök minden jelenlévő vendéget a Petőfi 200 emlékév keretében megvalósuló Petőfi Sándor szoboravató ünnepségen. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Lezsák Sándort, a Magyarországgyűlés alelnökét, választókerületünk országgyűlési képviselőjét. Lenkei Róbertet, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés tagját, országgyűlési képviselőnk kabinetfőnökét. Gál József főtisztelendő plébánost. A megjelent polgármester asszonyt és a polgármester urakat. Jegyző asszonyt. Lantos Györgyi, szobrászművész, és minden kedves meghívott és megjelent vendéget. Az ünnepségen a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodásait és tanulóit láthatják és hallhatják. Kérem, fogadják sok szeretettel az óvodások műsorát. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére, pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. Nem megyünk mi messzire, csak a falu végére, ott sem leszünk sokáig, csak 12 óráig. Este láncs, este láncs, este láncsi célna, üle-üle, este lánya, fordulj angyal módra. Este lánc, este lánc, este lánci célna, üle-üle, este lánya, fordulj angyal módra. A szép zászló három színes, három szót, vésve a szívbe, piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. A piros szín a hűségé, a fehér a tisztességé. Zöld az erő, zöld a nép, boldog legyen ez a nép. Hey, bara bara, nada bara bara, diófa tetejében, annak a levelében, hey, bár vedd be, hey, bár vedd be.
megkérem Tisocki Lászlót, Kömpösz község polgármesterét, mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt elnök úr, főtisztelendő úr, képviselő úr, polgármester úr, polgármester asszony, jegyző asszony, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, kedves diákokat is, kedves meghívott és jelenlévő vendégeket. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat Petőfi szoboravató ünnepségünkön. Már egy kis település vagyunk, de immár örömmel mondhatom el azt, hogy a harmadik köztéri szobrunkat, köztéri emlékvégünket avatjuk. Még az 1970-es években alakították az akkori tanácsrendszerben az első köztéri műemléket településünkön, ahol a Kömpöcről származó II. Világháborúban elhunyt emberek előtt tudunk minden évben tisztelegni. Majd a következő szobrot már mi 2017-ben tudtuk felállítani, egy 2016-os pályázatnak köszönhetően, és közösen avattuk elnökülről 2017. október 23-án az 56-os emlékművőket kint a Szabadidő Parkban. És most itt állunk a harmadik emlékművünk előtt, Petőfi Sándor mellszobra előtt. Lezsák Sándor elnök úr egy nagyon szép gesztust gyakorol választó kerületében, és a Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából minden olyan településen, a választókerületében, ahol nem volt szobor Petőfiről, megajándékozott egy szobrot, itt Kömpöcöt is ezzel a szoborral, és még rajtunk kívül jól tudom 14-15 település kap, illetve fog kapni még az előttünk álló időszakban. És hát mit is kell tudni Petőfiről? Ha megengednek néhány szót, csak nagyon röviden. Mindjárt tudjuk, a magyar könyvekből, történelem könyvekből, hogy 1823, 22. december 31-éről 23. január 1-jére született Kiskörösön egy szlovák nemzetiségű családban. Szlovák nemzetiségű családban, de ő mindig büszkén vallotta magáról, hogy ő magyar, és büszkén ki is tartott emellett. És ki is volt ő? Író, költő, poéta, színész. 1846-tól egy irodalmi társaságot vezetett, melyet csak egyszerűen úgy hívtak, hogy a Tizek, és amelyben többek között például Jókai Mór is benne volt. És ne felejtsük el, szabadságharcos is volt. És el lehet mondani róla, hogy családapa is. 26 és fél évet élt, de ez a 26 és fél év úgy gondolom másik embernek egy egész életciklust beívelő az, amit ő tett. Irodalmi alkotásait, ha nézzük, közel 1000 alkotást írt, és ebből az 1000 alkotásból 800-850 darab megmaradt az utókorra. Forradalmár is volt. El lehet mondani azt, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kiinduló pontja az ő nevéhez szorosan fűződik, szorosan kötődik. Az ő lakásáról indultak el 48. március 15-én Jókaival, Vasvárival, Guzovszkival a Pilvasz kávéházba, ahol elhangzott a 12 pont, melyet közösen írtak, és elszavalta a nemzeti dalt, melyet ő írt. Majd már innen néhányat magukkal átmentek az Orvosi Egyetem udvarára, ahol ugyancsak felolvasták a 12 pontot, és ismét elszavalta a nemzeti dalt. És ez mint egy szikra kellett ahhoz, amit mi úgy hívunk, és úgy tanultunk, hogy az 1848-49-es szabadságharc. Ez a szikra kellett ahhoz, hogy elinduljon, és onnan már sokat magukkal Pest és Buda utcáját ellepjék és megszállják. Ő ott volt a forradalom elején, de ott volt a forradalom végén is. Mindjárt tudjuk azt,
hogy rövid életét 1849. július 31-én a Vasvári csatában vesztette el és hunyt el Vem seregében. De szülő is volt. Bár gyereke 1848. december 15-én született, Zoltán, és akinek keresztszülei az Arany János és kedves felesége volt, gyerekével nem tudott sokat találkozni, nem tudta felnevelni. Közel 7 hónapot élt utána, a gyereke születése után. 2023-at Magyarország kormánya Petőfi emlékévé nyilvánította. Nem csak Magyarország kormánya, és nem csak az önkormányzatok, de a vármegyék is számos programmal, rendezvényel készültek, hogy megemlékezzenek és fejet hajtsanak Petőfi emléke előtt. Sajnos nem tudott most itt lenni, tegnap előtti nap dr. Mák Kornél visszamondta, meg volt hívva a rendezvényre, és nem tudott eljönni, és ecsetelte volna azt, hogy Bács-Kiskun vármegye részéről milyen ünnepségek, milyen alkalmak, milyen megemlékezések voltak Petőfi emlékév kapcsán, és azt hiszem, ezt ő tudta volna legjobban elmondani. De hogyha megengednek, egyetlen egy dolgot mégis ki szeretnék ezek közül emelni. Egy olyan dolgot, amiben mi, Kömpöc, a kömpöci emberek, a kömpöci gyerekek részt vettek. Az emlékév kapcsán Bács-Kiskun vármegye részéről egy versenyt hirdettek két korosztályban, az általános iskolai és szakközépiskolai korosztályban, melyre a versenyre a kömpöci Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola 7.-8. osztályos diákja is jelentkezte. 80 intézményből indultak el ezen a versenyen, és az első két forduló, mely írásos volt, a kömpöci gyerekek megnyerték, és bejutottak a megyei döntőbe. Majd a megyei döntőt, melyet Kiskunfélegyházán rendeztek, megnyerték. Köszönöm szépen a tapsot, abszolút megérdemlik, és ha megengedik, elmondanám a neveket is, és mi így szeretném megköszönni a gyerekek és a felkészítő tanárok részére. Kövér Nóra, 8. osztályos diák vett rajta részt. Nóri, mutasd meg magad, légy szíves. Márton Áron, 7. osztályos diák. És Márton Sándor, ugyancsak 7. osztályos diák. Nagyon szépen meg szeretném köszönni felkészítő tanároknak, akik szenzációs munkát végzett, Combosné Kocsis Anikónak munkáját. Köszönjük szépen! Az 1956-os szoboravatónál feltettem azt a kérdést, és most is felteszem azt a kérdést, mi az, amit tehetünk, mi az, amit tehet az utókor azon emberek emléke előtt, akik a múltban valamikor nagyon nagyot alkottak, és fontos szerepük volt a magyar történelem alakulásában. A legfontosabb úgy gondolom az, hogy minden évben azokon a dátumokon, azokban a pillanatokban megemlékezzünk ezekről az emberekről, és most már büszkén mondhatjuk magunkról azt, hogy most már Petőfi Sándor emléke előtt is fejet tudunk hajtani ezen emlékmű előtt, és nem csak Petőfi emléke előtt, a 48-49-es szabadságharc emléke előtt, és minden olyan ember előtt, aki akkor megpróbálta egy kicsit jobbá, kicsit szebbé tenni életünket, magyar hazánkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Petőfi Sándor, szülőföldemen. Itt születtem én, ezen a tájon. Az alföldi, szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával von tele. Most is hallom a dalt, elhangzott bár. Cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg.
Hely azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár, cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem, hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállamon 25 év van már, cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről-helyről röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, itt mély a virágról a nézet. Minden régi kedves helyet bejár, cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok, fűszosípot fújva. Lovagolok, szilajnát paripán, vájhoz még, van inni kíván. Megitattam, gyílovam, gyíbetyár, cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dalkám, az altatón óta hangzik alkán. Hallgatom, s félállomban vagyok már, cserebogár, sárga cserebogár. Most tekintsük meg Kövér Nóra és Jóját Zsolt előadását. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára, azaz rágyújtottam volna, hogyha szép leány van, a pipám javában égett, nem is mentem én a véget, azért mentem, mert megláttam, hogy oda ment szép leány van, kézen rakott eszem adta, bomogott is, amint rakta. Jaj, de hát még szeme párja, annak voltám nagy a lányja. Férbe lépten, ő rám nézett, aléka meg nem igézett. Égő pipám kialudott, alul szín meggyulladott. Fogadják sok szeretettel Hevesi Jankát, Márton Sándort és Márton Áront. Valamennyi írón közül Petőfi személye a leginkább ismert. A márciusi ifjak vezéreként és március 15-e hőseként, majd az 1848-49-es szabadságküzdelem mártírjaként a Nemzeti Legendárium egyik központi alakja lett. Ő jelentette, és még mai napig is jelenti, magyarság számára a nagybetűs költő fogalmát, illetve legalább annyira kultusz tárgya lett, mint költészete. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. Petrovics István és Húz Mária gyermekeként. Alig 2 évvel születését követően a család Kiskonfélegyházára költözött, és maga Petőfi Sándor is ezt a város jelölte meg születésének helyettől. Petrovics István fiát anyagi helyzetéhez mérten mindig igyekezett minél színvonalasabb iskolákba járatni. Sajnos 1838-ban édesapja anyagilag tönkrement. Az akkor 15 éves ifjú ezért kértelem volt otthagyni az iskolapadot,
Először színházi mindenesnek szegődött Pesten, majd Sopronba került katonának. Leszerelését követően 1841. októberében felvették a pápai kollégiumba, ahol megismerkedett a fiatal Jókai Mórral. Nem sokkal később, 1842-ben a Borozott című költeménye hozta meg számára az első jelentősebb irodalmi sikert. Egy évvel később megjelent a János Vizés című elbeszélő költeménye is, amelynek köszönhetően országos hírnévre tett szert. Élete során több mint 800 verset írt, de példaképpé a jövendő nemzedék számára az 1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepvállalási tette. 1848. március 15-e. Nemzeti ünnepünk a pesti forradalom és egyszer s mint Petőfi napja. A március ifjak vezéreként az események egyik főszereplőjé vált. Ekkor születik meg az egyik legismertebb költeménye, amely minden március 15-e megemlékezésen elhangzik. A nemzeti dal. A költő forradalom jövendőlése megvalósulni látszott, s ő a megálmodott szerepének megfelelően egy népmozgalom élére került. A szabadságharc idején Bem József seregében harcolt Erdélyben. Bensőséges kapcsolat jött létre közöttük, apai, fiúi szeretet. Itt teljesített szolgálatot a szabadságharc utolsó hónapjaiban is. Végül 1849. július 31-én az orosz beavatkozás követően Segesvár mellett életét áldozta hazájáért. Halála úgy történt, mint ahogy ő ezt az Egy gondolat bánt engemet című versében megjósolta. Petőfi Sándor, Egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fog a rág. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott, üres szobában áll. Ne így halált adj Istenem, ne így halált adj én nekem. Legyek fa, melyen villám fut keresztül, majd melyet szélvét csavar kitövestül. Legyek kőszírt, itt a hegyről a völgybe, eget földet rázó, mennörgés döntve. Ha majd minden rabszolgnék, jármát megúlva síkarék, piros rovarccal, és piros zászlókkal, és a zászlókon emeszent jelszóval. Világ szabadság, és ezt elharsolják. Elharsolják kelettől nyugodik, és a zsarnokság velük megütközik. Ott tessem elén, a harc mezén, ott folyjon az ifjúért szívemből, és ha ajkam örömteli végszóval zendül, hadd nyeljen azt az acélizerej, a trombita hangja, az ágyúdorej. S holttestemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet, összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes lassú gyászzenével, s fátyoló zászlók kíséretével, a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világ szabadság. Most következik az ünnepélyes szoboravatás. Megkérem Lezsák Sándort, Tisóczki Lászlót és Lantos Györgyit, hogy leprezzék le a szobrot. Megkérem Gál József plébánost, hogy áldja meg Petőfi Sándor mennyszobrát. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Áld meg, Uram, Petőfi Sándor mennyszobrát, hogy akik erre tekintenek, mind a magyar irodalom, mind a magyar haza szeretetére buzduljanak, és ez a haza szeretet arra késztesse mindnyájunkat, hogy legalább egy fohászt elmondjunk hazánkért. A haza szeretet, hazáért való imádság,
akkor második Rákóczi Ferenc imája a hazáért. Úristen, igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolatodról megfeledkezett néped, néha napján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörjed gőgjét, s amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki. Bevalljuk, Urunk, őseink nyughatatlanságát. Beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván valóban megérdemeljük ostorodat. Rászolgáltunk, Urunk, hogy nemzetünk dicsősége elenyészszék, s gyermekeink elfeledjenek magyarul imádkozni. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól. Mindazon által, ó Urunk, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgass meg a szegények, az özvegyek és árvák hozzád felsíró jaj kiáltását. Tekintsd a bűnhődésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteitől, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínlődő választott népedet. Hadd végül, Urunk, legkegyesebb atyánk, hogy felvétetvén néped kevelébe rendelésed útjáról el le ne térjünk, hanem igazságtételed őreivé legyünk, útunk nyugalomban és békességben vezessen hozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a bűn szolgaságából és megváltassunk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon, őrizzen, védelmezzen benneteket és szeretteiteket a mindenható Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ember él, hol ember fél, a költő visszatér.
megkérem Lezsák Sándort, a Magyar Országgyűlés alelnökét, választókerületünk országgyűlési képviselőjét, hogy ossza meg gondolatait a jelenlévőkkel. Köszönöm szépen, főtisztelendő atya, imáját, polgármester úr gondolatait, köszönöm a táncosokat, a versmondókat, prózai szöveget, felolvasókat, és köszönöm az óvodások és az óvónőt, tündérkedő mosolyát, virágokat. Ünnepi nap ez, ez a délelőtt. Egy a világ legismertebb magyar emberének szobra előtt tisztelgünk, állunk, és azt tette őt népszerűvé, világhírűvé, hogy egyszerű verseket írt, hamar népszerű lett, mert a költeményeiben nem alkalmaz bonyolult versformákat, előnyben részesíti az egyszerű népdalszerű formát, és a nyelvezete közelebb állt és közel állt a kor akkor beszélt nyelv stílusához. Költői programját Arany Jánosnak írt levelében fogalmazta meg, uralkodóvá kell tenni a népet a költészetben, hogy a politikában is uralkodhasson. Nos, igen hamar népszerű lett. A 26 és fél esztendő életműve az hatalmas életmű, mert nem csak közel 1000 verset írt, és ebből 850-et ismer az irodalomtörténet, de írt színpadi művet, Tigris és Hiéna, írt regényt, a Hóhér kötele, írt útirajzokat, elbeszélés, tulajdonképpen minden műfajt e rövid életben mesteri szinten művelte. Olyannyira népszerű lett, hogy már életében tankönyvekben szerepelt. Nekünk ez teljesen természetes, hogy a tankönyvben ott van Petőfi. De gondolják el, hogy 1845-ben Petőfi akkor 26 esztendősen volt, amikor az első iskolás könyvben megjelent a hazámban a Honfidó című verse, mégpedig egy szarvasi evangélikus lelkész gyűjtötte össze korának népszerű költőit, verseket, és ebben már 1845-ben ez a Ballagi Mór szerkesztette Petőfit is. Aztán 47-48-ban egy újabb szavalmányok címmel iskolásoknak szánt versgyűjtemény jelent meg Tóth Istvánnak a szerkesztésében. A segesvári csatatéren odavezett Petőfi nevét kiejteni sem lehetett a szabadságharc bukása után. Hajnaúr rémuralma az követő bakkorszakban mindent próbáltak megsemmisíteni, ami utalt 48-49-re. Elégették az újságokat, elégették a röplapokat, elégették azokat a könyveket, amelyek 48-49-ben jelentek meg. Sőt, a passzív rezisztencia, a néma ellenállás egyik formája volt, hogy a fiatalok Kossuth szakát növesztettek, és egy ilyet megtaláltuk az utcán, lefogtak és leborotválták, mert nem akarták, hogy Kossuth jelképe megjelenjen a Kossuth szakál. Ekkor Arany János 1850 márciusában búcsúzik Petőfitől, letészem a lantot, nyugodjék, ne vágjon tőlem senki dalt, nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a jobb rész kihalt. Ez a jobb rész Petőfi volt. Leírni sem lehetett a nevét, és mégis
azért akadt olyan 1852-ben Trautmann János, egy piarista tanár, aki magyar olvasó könyvet szerkesztett, és ebben Petőfi neve is ott szerepelt a verse fölött. Sőt, 1855-ben Lonkai Antal, aki tanulai lapokat szerkesztett, egy nagyszerű verse gyűjteményt adott a iskoláknak, és ebben nem csak Petőfi neve szerepelt, de Petőfi életútja először az iskolások részére. Ezt követően a kiegyezés, és majd kezdődik igazán a Petőfi kultusz, versei terjednek olyannyira, hogy nincs olyan, Illyés Gyula fogalmazza, paraszti porta, ahol a Biblia és egy Petőfi összes ne legyen. A 19. század végén három ember volt a világban, szinte minden lexikonban a magyar irodalomból, a drámaíró Madács Imre, az író Jókai Mór és Petőfi Sándor. Trianon szétszabdalta Nagy Magyarországot. Trianon után születésének századik évfordulóján Petőfire egy programot készített Klebersberg Kunó, és tulajdonképpen ez kezdte a reneszánszát, a Petőfi kultusz reneszánsza, hiszen nem akadt már olyan iskola, olyan évfolyam, ahol a Petőfi versek ne jelentek volna meg, akár kötelező formában is. Az elszakított területeken viszont a gyűlölet, magyar ellenes gyűlölet Romániában, Felvidéken, Délvidéken, Szovjet-Oroszországban, és az a gyűlölet átterjedt Nyugat-Európában is. Franciaországban leírták azt, hogy Magyarország nem is létezik. Ez az ilyen nincsen. Térképek jelentek meg, hogy Magyarország nincsen és nem lesz. Elképesztő volt ez, és ebben az időszakban Petőfi szinte a lelket tartotta a magyarokban. Útleírásokból, kézikönyvekből, lexikonokból szedték ki a magyar vonatkozású írásokat, cikkeket. 1945 után a szocialista kultúrpolitika megcsonkította Petőfit. Verseket nem engedtek, versekből húztak ki részeket, mert akár egy olyan utalás, amely sértette volna a szomszéd országokat, vagy éppen a hitet erősítette, ezeket nem engedték és listára tették, de ugyanezt tették József Attilával, Illyés Gyulával. Én három olyan, vagy talán négy olyan könyvet tudok megemlíteni, amelyik érzékelteti, hogy az elszakított területeken mit jelentett Petőfi Sándor. Felvidéken, Pozsonyban Duba Gyula, a Vajudó paraszt világ, Erdélyben Sütő András, anyám könnyű álmot ígér, Kárpátalján Kovács Vilmos, Holnap is élünk, Délvidéken pedig Fehér Ferenc, Hazavezélő csillagok, szociográfus hitelességű könyvek, és ebben ott van mindegyikben, hogy mit jelentett Petőfi az elszakított területekre. A rendszerváltás után Romániában, hosszú küzdelem után ma már a magyar tankönyvekből is tanulhatnak a diákok, tehát pedagóguson, tankerületeken múlik az, hogy ezt milyen mélységben. Hát Kárpátaljáról szerintem jönnek a hírek, ott iskolák szűnnek meg, és Petőfi gyalázzák, Petőfi szobrát gyalázzák. Nagyon nehéz az ott élő magyaroknak a helyzete. Felvidéken is nehéz az iskolák helyzete. Délvidéken ott lehetne, de ott meg hiányzik a magyar tankönyv, és a lelket igazán a Nyugat-Európába tengeren túlra menekült magyarok tartották, az emigráció. Tollas Tibor volt az, aki összegyűjtötte és lefordítatta a 48-49-et megidéző verseket,
amely minden világ minden részéből, Argentinától kezdve Svájcon át költők tisztelektek. Petőfi előtt, az 1848-49-es szabadságharc előtt. Két olyan vers van, amelyik a világ sok-sok tankönyvében szerepel. Az egyik a Reszketabó Kormert, a szerelmes vers, a másik pedig a Szabadság szerelem című vers, amelyik Kínában például kötelező megtanulni az iskolában. Kína az, amelyik a legterjesebb Petőfi kötetet tette le, 2600 oldalon keresztül kínai fordításban lehet olvasni Petőfit. Szinte mindenütt a világban, valamilyen formában az alapművelség része, hogy legalább tudja, hogy ott Dél-Amerikában vagy Norvégiában, hogy Petőfi az magyar költő. Legalább ennyit tudjon, mint ahogy Magyarországon, azért azt tudjuk, hogy Tolsztoj orosz író, hogy Petőfi magyar költő. A világ irodalmi műveltségnek a része az a Petőfi Sándor, akinek a szobrát most lelepleztük. Köszönet Lantos Györgyinek, és mindig emlékezünk férjére, Máté Istvánnal, akivel együtt gondoltuk végig ezeket a szobrokat. Ők adják vissza azt, amit nagyon nehéz visszaadni, egy daguerreotípia van. Petőfi nem szerette a fotózzák, nem szerette a szobrot készítenek róla, lerajzolják, lefestik, mindegyikbe hibát talál. Én úgy gondolom, hogy onnan az égi magasból, ha lenéz most, azt mondja, megjárja, mondaná minden bizonnyal. Köszönöm Kömpösznek, hogy befogadja azt a Petőfit, aki itt élt eddig is. Köszönöm. Iskolánk három tanulója, a Petőfi 200, Petőfi és családja, vállalkozói karrier a reformkorban, és amit ebből tanulhatunk, elnevezésű megyei versenyen, a korcsoportjukban első helyezést értek el. Az eredményhez gratulálunk. Megkérem Zombosné Kocsis Anikó felkészítőtanár, Kövér Nórát, Bátor Sándort és Mátor Áront, hogy fáradjanak ki az ajándékokért. Köszönöm szépen.